Yeah, yeah. Stream. Guinness. Go. Go. Azt mondod, nem dolgozok, YouTube-ozok egész nap. Azt mondod, barátom, nem mondhatnám, hogy derék vagy. Azt mondom, neked erre vigyázz, mert az enyém vagy. Azt mondom, nincsen munkám, csak streamelek egész nap. Bedurrantom az OBS-t és ízik a játék. Lemegy a nap is egyre hosszabbot innen az árnyék. Izzadok a melegben és tolom a sok szöveget. Mindig online vagyok a stream pelenge. Azt mondod, nem dolgozok, YouTube-ozok egész nap. Azt kérdem tőletem, mi az, amitől egész vagy. Azt mondod, otthon ülök, nincsen nekem élet. Azt mondom, barátom, hogy bocsi, ez a végzete. Yeah, yeah, stream, Guinness, gob, go. Azt mondod, nem vagyok, mint túl merész az egészhez. Azt mondod, a szerep és egyszer majd még megéged. Azt mondom, egyes szépen kihűl már az ebéded. Azt mondom, ez a vidit először majd te nézd meg. Azt mondod, nem dolgozok, YouTube-ozok egész nap. Azt kérdem tőled, te mi az, amitől egész vagy. Azt mondod, otthon ülök, nincsen nekem életem. Azt mondom, barátom, hogy bocsi, ez a végzete. Egész nap. Streamelünk egész nap. What? What? The fuck?
Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Na hát, szervusztok ti kis gusztitánok, mi a csöcs van veletek, hogy vagytok, és mit csináltok, ez itt a GK, én Csúsztáv atya vagyok, és itt van velem elvileg Krisztián is a vonalban. Jaj, halló, halló, halló. Na, legyen veletek a káposztás tészta gyerekek, meg a paradicsomos kenyér, meg a zsíros. meg minden ilyesmi. én nem ittam semmit, srácok. Krisztián már töltöget nekem, van egy svéd keserüm szerintem, én ezt most férfiasan meghúzom. Mit? És Robi küldött az osztrákoktól ilyen svéd keserüt, tudod, mert a magyar már nem jó. Nincs már benne alkohol. Ebbe meg... Olyan, mint hogyha csapvíz lenne, amiben csollán daráltak, vagy valami ilyesmi. Ebbe viszont 40% alkohol. Tehát ugye az alkohol ebben nem vízből van benne, mert ugye ez kell ahhoz, hogy felszívódjanak a dolgok. Ugye, ami van benne, gyógycucc. Természetesen ez gyógyszer, gyerekek. Nézek jelentőség teljesen a kamerába, ez gyógyszer. A srácok, közben visszadom a játéknak a hangját, akinek megvan a calling, az készülhet, mert mindjárt csinálok egy szobát, aminek a kódját bedobom a chatbe, és akkor azzal a kóddal be tudtok jönni. Hogyha csak 3-4-en leszünk, az sincs gond, mert egy baráti egymás hátába vascsőállításba tudjátok jól, hogy benne vagyok. Azt nem tudom, jól állítottam ebbe, hogy most működik ez a calling cucc. Elvileg most már mindjárt látni fogtok képet. Play private game, create game. Azt mondja 3Q7HVJ ez a kód. Mondom még egyszer és bedobom a chatre is. Egy darab 3-as, egy Q betű, 7-es, H, simpla V és J. Bedobtam a chatre is, meg ugye mutatom a streambe folyamatosan, hogy akinek fent van a calling még, az tudjon jönni. És nem tudom, ez is jött a patch, vagy mi van. Prepike, neked nincs meg? Ja, és persze köszöntünk mindenkit, szia Anasztázia, Pásztor, Máté, GK Csont Kollekció, Prepike. Itt van Jóci, szervusz Jóci, szia Laci, itt van Gyenei Laci is. Hogy van a kislány, mi újság? Ciao, ciao. Egy futó nevű emberke bejött. Már. Láttok képet egyébként, hogy húvára nem látjátok a callingot, mi? Nem, hát mert baszik az OBS megint. Te most szivatálmez engem direkt. Mert a teljes képernyős alkalmazás felvétele, megnézzük így. Hogyha így se jó, akkor monitorképpel tolom. Valamiért az OBS újabban nagyon nem szereti nekem a játékoknak a képeit így beadni, gyerekek, csak így kurva ritkán. Pedig ráadásul a calling az mindig is menni szokott. Ez a szemétládó OBS-sel most még nem akar. ja, de neked nem műkszik már. De hogy a csöcsbe egyébként? Most fel lett átszezgatom már a játékot, úgyhogy lehet, hogy beakad majd a hangom néha. Nem, baszik rá. Akkor gyerekek, maradunk a kijelző felvételnél. Ja, de igazából... csúszol is ám rendesen különben. Nem szeretek annyira. Igen? Az majd helyreáll. Most ugye a föllet átszázgatástól szokott azon. Közben bejött horvát nevű ember. Hát hárman vagyunk, srácok. Most várok egy kicsit, amíg a laptopon is odaér a stream, hogy lássam, hogy ugye kb. 15-20-30 másodperces késés előfordulhat, hogy lássam, hogy kaptok-e képet a callingból, vagy nem, de ha jól látom... Oké, ott van, oké. Na, hárman vagyunk. Ha nem jön valaki, akkor mindjárt indítom a meccset. Mit gondolsz Guszti a háztól házigról? Ja, ez a Radis Petinek az új sorozata, ahol rajongókhoz megy ki házhoz? Rohadt nagy ötlet szerintem. Rohadt jó, rohadt jó. Network error. Te, Márk, és hogyha a settingsnél a régiót megpróbáld átrakni Európára, vagy ilyesmi? Ezt is nézd meg. Szóval Guszti, bizony van arrafelé. Szia Milán! Minden cool. Ott mi van? jó, gyerekek, hárman leszünk. Más nem. Keresek valakit, és akkor megyünk külföldiek ellen, olyat is lehet esetleg. Neked se indul el, Bence? Aztán várjatok, gyerekek, én rányomtam, hogy start match, aztán még kiderül, hogy egyáltalán nálunk jó-e. De hát, hogy így világviszonylatban beszarta a calling. Gyerekek, fönn van a gépen az Overwatch is. Felőlem tolhatunk egyébként majd olyat is még ma. Hé, hey, Béci! Nem, működik nálam.
Most az előző live-ba azért mentem el, mert elment az áram. Oh, I see that. Jó, én bekerültem már a mapra. Ezt mondom, hogy be kéne szerezni neked, Krisztián, mert ez jó, ez az utca egyébként, így haverokkal, meg így nézőkkel, meg minden, nagyon, nagyon fun. Agyon csapni egymást, mint egy kutyát. Most én verek itt magamnak egy botot, srácok, és akkor kurva gyorsan elindulok keresni egy olyan házat, amit még nem pakolt ki senki. Nem tudsz egyébként valami olyan játékot, amit így nem láttál nálunk sem, meg semmilyen YouTube-os nem live-ba is most jelenik meg, és esetleg kurvára bejött neked, és szerinted kibaszott jó live-ot lehetne belőle csinálni? Hát ez az, hogy nem tudsz valamit, mert most nem tudom, most már nyomjuk itt ezeket, már 70. rész van mindenből, tudod, meg minden. Kellene valami király új cucca csatira, csak nem tudom, hogy mi. És tényleg, bazd, mi a fasz van ezzel az OBS-sel egyébként? A kurva anyját ennek is. Hogy monitorképbe se bírja venni a játékot, te. Na, azt a mocskos játék. Hát nem tudom. Nézd meg, most újabban ezt játsza, hogy egy adott ponton ott maradt kimerevedve a kép. Te már közben rég lövöd az ellent, meg mindenféle dolgokat csinálsz, amit nem ártana látna a néző, érted? És baszik rá. De ezt most már rendszeresen eljátsza. Régi egyébként jobb volt. Csak most már az már nem is menne szerintem a sima alap OBS. Hobbit látni. Ja, tudom. Plusz, van már valami új map, vagy ha nincs, akkor lesz. Ne, hát ebben nem hiszem, hogy raknak másik mapot, mert alapban is kurva nagy a map. Ezt a meglévőt kéne valahogy megtuningolniuk, vagy ilyen csapdákat rakni. Na, a gyerekek, ha, most már láttuk képet. Most vettem ki a rohadt kezet a hűtőből pont. Milyen? Arkoz. Ó, gyerekek, nekem 1000 órám van az arkban. Én nekem az ark most már annyi csak, hogy jön egy perc, azt megnézzük milyen átjött be, meg milyen skidépek, mert nem tudok már vele húzamosabb ideig. Nekem, tudom, most erre mondjátok, hogy van akinek 2500 órája van benne, hát az kurva jó. Csak én egy játékkal nem tudok ennyit játszani, nem tudom te, hogy vegy vele kik, de... Nem. Tehát ha már 1000 órán benne van egy játékban, gyerekek, akkor az már durva az a játék, és az már sok. Ajj, Gusztin, mizu van, miért nem volt kullantás ilyen sokáig? Mert 75 más játék volt a csatin. Egyébként kösz a lootot. Mindig a Watch Dogs 2-t hirdeti ez a loot cucc. Ja, múltkor én is nyomtam neked ezt a izélet. Megjött? Felolvasni. Nem dobta be? Nem is megjelent és nem vette észre? De, látom, tök örültem neki, meg minden, aztán izélet, nem is olvastam, nem vettem. Nem vettem észre. H2 raja kieg. Igen, de az meg ugye cash, azt majd meg kell vásárolni. Valaki itt van! Valaki fut a vízbe! Ki ez? Ki vagy? Futó! Nem! Itt ne! Torkon szúrt! Gyere ide! Kurva élet! Azaz! Menekül a csávó! Hátba dobom bottal, többször is. Ököllel kellene beverni neki egyet. Ne! Nem jó nála, kés van. Shit. És nem érem utol vele. És mellé dobtam, és megfordul, és torkon szúr! Elvette a tonfámat! A kurva életbe futó, állj meg! Ne, és leszúr! És leszúrt, szép! Gratulálunk futónak! Na gyerekek, átmegyünk a kényelmes spektator módunkba. Követjük a horvát nevű játékosunkat. Futó és horvát van benne a meccsbe, és ennyi. Tehát a kettő közül valaki meg fog halni. Nem tudjuk még, hogy kicsoda. Jó volt a csávó, mert nem értem utol, nem volt nálam elég cucc, hogy folyamatosan dobáljam a hátát, és megfordult és szétkéselte a herémet, gyerekek. Úgyhogy Horváth él még, aki az erdőben futkos csinos frizurával, és a másik pedig futó, aki most az én tárgyaimat is leadja pénzért, és valószínűleg vásárol belőle valami fegyvert magának, vagy valamit, amivel túlélheti ezt az egészet. Csivari 90%-ra leárazva, Steven, gyerekek! Köszönjük szépen az információt Gyenei Lacinak, aki szerette a Csivari sorozatunkat, vagy valamikor be akar velünk jönni játszani, az most vegye meg, mert különben visszaáll majd az alap árára dolg.
Szervusz, Kovács Peti, csáó. Nem tudom, te az a Kovács Peti lehetsz, akire gondolok, mert van egy régi osztálytársunk, aki Tomi rendszeresen néz, múltkor megírta. A Petit emlékszel? Emlékszem. Múltkor írt, hogy sok sikert kíván meg izé, meg hogy nem szoktam én őt látni, a csetben már nem ír, de hogy reméli, hogy tudja, hogy izé mindig néz meg, tudom, hogy mindig néz meg ilyenek, tudod. Mondom, az igen! Mondom, nem gondoltam volna, hogy nézel, tudod. Ő is úgy van és tudod. Ja. Rip Guszti, hát ja. Jó, Gusztikám, nem válaszolsz vissza, de miért? Jaj, csöcsöm, ne őríts már meg, hát folyamatosan válaszolok, mint egy fél hülye. Hát Guszti, hogy telt a napod? Kérhetek egy ostort? Aha, csak lejön a most vétkeserőd. Parancsolj! Guszti, lolozz Nojo-val. Miért lolozni fog a Nojo? Mikor? Lesz péntek 13 The Game. Jó, az meg az, amik azt vágod, Kiki? Ugye egyik játékosa a Jason, tudod? Ha? És akkor többiek meg ugye tipliznek előre, tudod, neki ugye el kell kapkodni a népet, hogy kivégzi őket, meg minden. Na az rohadt jó lenne nézőkkel megint, srácok. Nincs meg egyébként, gyerekek. Ha meg lesz, hol a meleg, micsoda? Ó, valaki kérdezte, hogy hol a meleg valami, de már késő, már elment a lúc, mire beolvastam, srácok. Jó vagyok, Anasztázia, te hogy vagy? Hoppá! Horváth összetalálkozik futóval, gyerekek! Elkezdi kalapáccsal csépelni az arcát! Nagyon veri! Nagyon veri! Én azt mondom, Horváth fog nyerni. Srácok, titeket várlak a következő fordulóba is, és hogyha azóta esetleg valaki jönni akar, az fáradjon a vetkezőbe, és akkor jöhet. Nem! Várjunk, még nem biztos. Nagyon megverte a Horváth a csávót, de... Hoppá! És futó fog nyerni! Semmi AP a Horvátnak, gyerekek! És neked fura lehet, mert nézed a streamet, azt előbb hallod, amit mondok, mint hogy történne. Ennyi! Gyerekek! Jobborog! Kiütötte! Nagyon király! Futó nyerte a meccset, két killen, mind a kettőnket megölt. Zseniálisan jó. Tudod, ez azért érdekesebb, mint általában, mint ugye a többi FPS, tudod, nincs respawn. Ugye csak egy ember marad életbe, és ezért mindenki fosik, mint az állat, tudod. Nem az, hogy tolsz egy bal klikket, ez futsz megint. Nézi, várható. Inkább a bandinál, srácok. Inkább a bandinál. Látom, jött egy trollunk. Anyádot meglöktem tegnap, amúgy nagyon fincsi volt. Lesz Watch Dogs? Nem tudom, srácok, nekem annyira az... Nem tudom. Nem fekszik nekem a Watch Dogs. Igazából. WU Simpla VJMH. Az új szobának a kódja. WU SimplaV JMH. Mennyi RAM kell ehhez? Nem tudom, szuper a ősbe a Steambe, hogy The Calling, aztán szerintem ki van írva. Reginald McFreeze üzeni nekünk lootba, hogy aprilisra lépett. Köszönjük a lootot, Reginald McFreeze. Egyébként, ha van itt troll, vagy hogyha te még itt vagy, kis piperköckém, neked is üzenem, hogy anyázhatsz, de lootba, jó? Toljad! Tehát addig anyázol, ameddig akarsz, amíg lootba csinálod. Akkor ki se bannollak. Az mehet, gyerekek, az mehet. Ott nyugodtan lehet tolni. Te, Guszti, honnan van neked dildód? Fú, te, egy kolléganőm kapta az egyik cégnél, ahol dolgoztam, a többi kolléganőt és szél napért nem merte hazavinni, mert hogy meglátja az anyja, tudod? Aztán mondom, add ide, jó lesz nekem poénnak valahova, vagy majd én odaadom valakinek. Aztán közben az lett belőle, hogy valóban jó lett, mert a csatornán már rengeteg hülyeségre felhasználtuk. Szervusz, Makam! Itt van Makam, srácok! Meg egy YouTube-os találkozó lesz. Calling Live-t szeretem nézni, úgy érzem, megmarad a meló holnapra. Az milyen, gyerekek, hogy egy másik YouTube-os melóból az előző live-ot is onnan nézte. Nagyon király. 4 giga RAM kell neki? Aha. Gyerekek, bejött Krisz! Ugye, aki ismeri live-jainkból Kriszt. Itt van Futó és Horváth. Jó! Ebben a meccsben úgy néz ki, hogy 4-en leszünk. Cool! Szia Ákos, hogy vagy? Srácok, nem lesz hosszú ez a live, jó? 25-kor indultunk, 45 van. Ki keresett egyébként? Még várok kicsit, miközben. Ja, te kerestél 11-kor? 13-11-kor. Most nézem. Itt vagy még amúgy? Te most nézem. Hát tőled van itt, nem fogadott hívásommal. Ja, kétszer is hívtalak, baszod, azt nem lehetesnek. Hát nem, nincs hangot elómon, szinte sosem, elvinne az agyfasz, tudod, folyamatosan csipogna minden miatt itt. Puszti, mikor lesz live? Hát bazzeg!
szerinted. Mondom, szitasz csávó, de a lootba, jó? Lootba toljad. Lehet megtaláld, ingyen donate, ott toljad. 8 GB RAM kell, mert az ajánlottat kell nézni, de nincs ezért a minimum duplája. Vágom. I can see that. Na, srácok, szerintem nem hiszem, hogy többen leszünk. Négy emberrel, így ugye jó magammal együtt, négy emberrel elindulunk és meglátjuk, mi lesz ebből a meccsből. Szia Ricsi, ciao. Lesz Live Starka? Egyszer majd biztos. Nem beszéltünk még róla. Azonban rengeteg YouTube-ossal beszéltem, mert meg közös live-okat srácok, és egyszerűen nem találunk olyan időpontot, ami mindenkinek jó. Ott van például O. McKendry, még ugye vele is vissza vannak dolgok. A Lina Vision, ugye aki ismeri a csajt. Akkor, még sok, PC Dragon, Xefan, de sok gyerekek, sok. És nem tudjuk őket összehozni egyszerűen. Majd lehet, hogy lesz egy olyan, hogy be lesz mindenki egyszerre, aztán csá, lesz 15 YouTube-os, ezt játszunk valamit, vagy valamit csinálunk. Vagy találkozunk valakinél, azt lelájoljuk az egészet valami szédes látószögű kamerával. Az viszont nem lenne rossz. Tehát összeszedni 10-15 embert, és akkor egy szobából így ilyen paplovagos beülős stílussal lenyomni. Szia Gábor, üdvözl streamben! Puszi, ha leszopna valaki téged, mennyi pénzt adnál érte? Micsoda? Ő adna nekem! Ha ne hülyéskedj már emberre, nehogy már én fizessek! Én nem értem, basszus, régen a szekrényekben olyan jó tárgyak voltak, most meg csak ilyen rohadt drog van mindig. Jó, nem szóltam, hallod? Egy ingyen ládából kivettem egy automata ipuskát, hallod? Gyerekek! Oké! De mondjuk ez nem a legjobb fegyver, ilyen... Valaki jön. A saját csobogásomra folyton azt hiszem, hogy más. Ez inkább vérzést fog okozni neki. Látom, majd live-osz, akkor mindegy. Ja, itt Steven is írtál? Csá, mester, nem lesz ma The Island? Az meg mi? Olyan jó, mikor kérdezik emberek, hogy lesz-e? Guszti, lesz-e? Lesz Koprulu fight? Vagy mit most mondtam valamit? Én meg így, já, de mi az? Já, si tudom, hogy mi Guszti, az. Guszti, lesz ma izé, disznósütés kéne kertbe. Ne, az jó lenne. Guszti, vigyázz, mert most fogok egy nagyon csúnya szót mondani, kecske, fasz, géke, hivatos, beteg, át. Szervusz, nein, köszi a lootot. Szia, gaming vacsi egyébként. Szervusz, Nika, mi újság? Puszi, drogozz be. Majd várjál, mert ugye a drogoknak megvan az ideje, hogy meddig hatnak, majd akkor lövöm be, amikor látok valakit a láthatáron. Van nálam egy medkit drog, van egy silent but deadly drog, ami ugye, ha belövöm, akkor a környéken lévők nem hallják a lábnyomaim, tehát ahogy lépek. Aztán van egy iron skin drogom, ami meg ugye a bejövő támadásokat csökkent, ilyen kis védelem. Ja, de az, a Dino Simulator spanlevi, aha. Ma nem hiszem, hogy lesz. Puszi, lesz ma 30 fok meleg? Ez biztos, hogy nem. Disznós ütés a kertbe, Krisztián. Az... Hallod? Tudod, mit kéne? Krisztián. Ezért disznó ülést még nem live volt senki. Elindítanám a live-ot, ezt ilyen mobilnet, futnék telefonon a disznó után, így visít, tudod, Józsi bácsi meg issza a pálinkát, meg ilyenek. Ez mekkora live lenne, gyerekek? De az biztos, ott sok néző lenne, srácok. Guszti, rég láttam már Kálingot. Igen, most hát 3 hete volt az előző részünk, a 62. ebből. Van olyan még, akinek nem megy a Kálling? Akkor ezek szerint, gyerekek, megint jött egy patch, és azért szórakozik. Közben bevertem a tévét. Lesz Yandere szimulátor? Most komolyan, most már annyiszor látom, mi az, Krisztián, mi az Isten az? Andere? Y-nal Yandere szimulát, ismert már a Google-ével, ez mi az? Andere, régen volt Andere, a Andere, számtról, Andere, azaz, azaz. A Speedy González, nem jutott eszembe a neve. Dolgoztok Pandusra az új csatin? Király. Na, majd ebben segítek, hogy van. Boldog karácsony. Ó, köszönöm szépen, na, és ez lootba jött. Köszönjük szépen. Puszti, megyek segíteni disznót vágni. Jó, Jóci, ez király. Hát nem tudom, ilyen Yandere-re ilyen izékat mi van be, ilyen hentai figurákat. Ja, ez ilyen. De mit
mit kell benne csinálni, gyere? Valaki ír, aki ilyen Yandere rajongó, legyen az akármi is, az írja le nekem, hogy mi az. Láttam másik YouTube-osoknak, mert annyi helyen láttam, hogy inkább rá se nyomtam már, pedig meg kellett volna nézni. Oké, valakivel szembe találkoztam, azt hiszem, hogy nincs más sátra, mint előre, a srác bevágta az ajtót maga mögött. Gyere, csávó. Feszítővason van, kicsit Half-Life feeling. Hol vagy, srác? Felfutottál az emeletre? Na, nagyon nincs és staminám. Nem bírja az ember. Olyan, de az, amikor kinyírja a csaj a másik csajt, aki a passzív a szerelme. Tehát ilyen, ja. Mi ez, ilyen vizuális novella? Vagy, nem vagy, lehet egyébként. Vagy ilyen szöveges kalandjáték? Vagy... De miért szimulátor? Meg még mi van? Most veszem meg a csivarit, két kiegészítővel egy, akkor cool. Nem vágom ezt a Yandere cuccot. Vagy ez most... És mellé lőttem a csávónak? Eltaláltam a csávót. De gyerekek, mi az, hogy nagyobb a fegyver, mint ahogy a célkereszt van, és így takarja a izét? Hát nem már. Bejött a csávó, most jön az arcomért. Tuti. De feszítő vasam van. Ne! Paprikos sprint fújt a szemembe! Nem látok semmit! Ne, ez megint a futó! És mindig blokkolja, amit ütök. De most nem jött be, csávó. Ne! Itt a másik srác is, mind a ketten itt vannak! Ne csak engem is, vazeg! Egy darab HP-m, vagy gyorsan a medkitet, amíg egymást ütik. Gyerekek, pont nyomtam be magamnak a szurit, futó, odajött, csőkulcs, meglendít, csá. Jó van, jó meccs volt. Na srácok, még egy utolsó meccset szerintem fogunk nyomni. A Yandere szimulátor az valamilyen démon szimulátor, és ott lányokat kell ölni. Így van, a Peti szerint megöl kínai csaja, mész, és megölsz mindenkit. Hát így gyakni kell az állat. De mi? Ja, ez ilyen... Ne, de én miért ilyen izénak láttam ilyen... Ilyen kínai, ilyen misztikus, ilyen egytalán, micsoda gondolom, vagy valami is. És persze izé miniszoknyával vannak, ilyen iskolás ruhában a csajok, meg ilyenek. Ja. Micsoda? Buszti, lesz ma Kalling egy kis Yandere szimi, meg egy kis Jab Simulator, meg egy kis Ark vagy Pákó. Mi a szar? Nem kettő VS1 volt, tehát nem szövetkeztek a srácok, ugye szövetkezni nem szoktunk Kalingba, és nem is szabad. Tehát mindenki ellen szigorúan. Mert a másik csávó ütötte a futót is hátba. Tehát figyeltem közben, tehát itt mindenki ütött mindenkit. Ők elkezdték egymást verni keményen. Én közben mondom, betolom magamnak a medkitet, de már nem jött össze, szétvert a csávó. Jól játszik a futó. De gyerekek, hát ha az utolsó meccsünkben többen leszünk, azt mondja HJHGW2 az utolsó meccsünknek a kódja. HJHGW2. Hello Gusti, szervusz Dominik! Hogy vagy? Várj meg, most tölti be. Ja, gyere Jocit, gyere. Persze, akkor menjünk öten, srácok, az úgy durva lenne. Most itt egyszerre meghalt mindenki. És pont ugyanannál a háznál találkoztunk, az a durva. Busz lesz Dead by Daylight? Nem hiszem, annyira nekem az nem tetszik. A Yandere az, akit már a történet elején gyengéd érzelmek fűznek a férfi szereplőhöz, de a történet folyamán megváltozik a kapcsolatuk, és a lány rideg, agresszív lesz, zárójelben mentálisan zavarodott. Hát az mindig így van egy kapcsolatban, nem? Jaj, nem mondok ilyet, mert leiratkoznak a nők. Egyszer mi is vágtunk disztot papáméknak, voltunk kb. Hajnali 6 lehetett, úgy visított, mint egy állat. Úgy kellett nekünk a disznó húsa, mint Attilának a vonat. Ja, ez ilyen... az ilyen fölösleges disznóvágás nem szeret. Tehát amikor... Tudod, csak így buliból vágják le, de közben nem is kell. Tudod, kinyírják, meg sütik, meg ízi, aztán... Jó, a húsa nem kell, azt adjuk oda a teriéknek, tudod, meg itt tudom, ezt közben meg se eszik be azt. Adjuk oda a teriéknek. Vagy pedig elejtik, tudod, elejtik, megeszik, elhagyják. Ahhoz, hogy jó lenne, persze. Mondd, beszéltek egymás a TS, Skype, TS. De az a legrosszabb, mikor idő előtt elfogy, meg elejted, meg elhagyod a hús disznóöléskor, meg ott elhordják, meg nem tudom, és akkor még a végén el kell menni a Tesco-ba venni hozzá, tudod, mert nem is volt értelme a disznóvágásnak gyakorlatilag. Kolbásznak valamit. Jaj.
Nekem befagyott az erejbe, Krisz. Gyerekek, pedig gyertek, mert egyelőre még csak futó van itt benne a lobbiba. Úgyhogy Jocit várjuk egyébként, ha jön. Ki volt a másik srác, aki most Horváth, meg Krisz volt még itt benne az előbb. Sziasztok, Guszti, lesz a Kács live? Ez kellene. Én live volnám, hogy főzünk valamit. De vagy a legjobb, csak így tovább, melyiket éri meg jobban megvenni, 10.70 vagy 10.80? Kérdezi Attila Lucba. Nem tudom, erre lehet, hogy Krisztián jobban tudja a választ. Ő most vágja ezeket a videókártya dolgokat. Ja, kicsoda már, nem értek számítógépet. A 10.70 vagy 10.80? Az itt a kérdés. Nem tudom, mire van pénze? Ja, hát meg nyilván mit akarsz csinálni, srác, de gondolom úgy érti, hogy melyik lehet a jobb. Tehát ezek szerint mind a kettőt meg tudná venni esetleg, mármint úgy, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat, csak nem biztos benne, hogy melyiket vegye. Hát ha 10-80-ra van pénze, akkor azt vegye meg. Hát akkor, igen, akkor azt ennyi, én is elgondolom. Egyértelmű, tehát most nincs. Figyeljetem, hogy Dave írt. Három hónapja mentünk mi is diszlovágás, csak úgy bebasszuk, hogy reggel elfelejtettük levágni. Ja, hogy már reggel úgy bebasszuk, hogy elfelejtettük levágni. De az jó, amikor délután négykor föleszméltek, nem? Ott is sörös kupacok válsz, hogy te, disztot levágtuk már. És kiderül, hogy még nem. Ma lesz már egy szammerkar, Guszika? Nem hiszem, tegnap volt, srácok. Guszi, lesz szex? Igen, de ezt Krisz szokta kérdezni, igen. Melyik sztúrmavikot kell leszedni, hogy működjön? A csúnya oldalról a gogos 1946-os sztúrmavikot szedjétek le, akartok jönni, velünk játszani. Délután lesz egyébként, még mondom azoknak, akik most itt vannak, vagy most érkeztek. Sztúrmavik Opposing Force Starcraft 2-t akarok tolni, meg egy 7 Days to Die-t. Ennek bele kell férnie még a mai programba. Ha megteheted, akkor 10-8-on azt mondja Tamás is. Szia, Reszel, Talma, ciao. Gyerekek, szerintem elindítom az utolsó, vagy mi van veled, Joci? Itt vagy még, Joci? Nem tudok túl sokat várni, mert ebédelni kell, majd aztán át kell állni a következő live-ra, én előbb majd. Kicsit még várok, Joci. Guszti, én egyszer azt hittem, egy VR szemcsival rajtam, és levadáztam egy disznajt. A belőből csináltam magamnak sálat, a gyomrából lufit. Na, én te beteg vagy, de hát igen, ez a nevedben is benne van. Mit szólsz, Krisztián, vannak itt azért beteg arcok, nem? De jó, mert mindig ilyen állandó, kurva jó társaság van. Annak tűnve. Nagyon jó arcok vannak. Üdvözlöm Geneszt és Gabot, bárhol is vannak. Nem tudom, merre járhatnak egyébként. A Genesz még suliba gondol. Tarsof 2 sima vagy kieges? Ne, az ingyenes multi van csak nekem meg, srácok. Azt is lett, a Battle.net-ről le tudjátok kapni, és bárkivel tudtok együtt Starcraft 2-zni. Ja, Genesz az súlyban van, az előbb írtam rá, mondom, Genesz még súlyban. Téged hívta. Na? A téged hívta fel, ugye? Köszönöm, melyiket vegyem meg, Xbox One vagy Xbox 360? Hát egyértelműen akkor a One, mert most nagyon jó dolgok, a Red Dead Redemption 2-től elkezdve olyan jó cuccok jönnek rá. Nem csak arra is, PS4-re is nyilván. Nem enged joinolni, Horvát? Várjál, jól írtátok, bedobom megint a jelszót. H, J, H, G, W, 2. Nézd meg, nem elírtad a belépőkódot. Most már rávittem a nyilat, hogy lehessen látni streambe. Elvileg nem takarja a chat most pont. Kezdő vagy a Starcraft 2-be? Akkor... tudjátok, hogy lenne jó, srácok, ha be tudnék lépni, mint spektator, és akkor két néző mondjuk egymás szapulna, én meg közvetíteném, vagy ilyenek. Egyetemista Genesz? Nem. 1v1 lesz ebből? Hát, lehet. Nem látom itt még Joci. Joci, ne haragudj, el kell indítanom, jó? El kell indítanom, mert nem ücsöröghetünk itt ennyit, mert nekem mennem kell át a következő live-okra, majd meg ebédelni kell, meg egyéb dolgok. Neked is offline. Pont most írja Joci. De miért, gyerekek? De várja, nekem is offline-t ír. De közben meg futó ittben van. Na várja, most ezt nem értem. Szia, Ati. Szia, Bia, hogy vagy? Mi újság? Most én nem bírok csatlakozni. Hát, srácok, nem tudom, úgy néz ki, akkor az 1v1 lesz futóval. Ezek szerint valamikor a közelmúltban jöhetett egy pecsakálinkhoz, ami csomó ember számára szétkúrta megint a játékot. Ugye ez az Early Access címeknél ez jellemző.
Hát ugye ez nem csak az early access címekre jellemző, bocsánat, visszaszívom, mert ugye már késznek mondott játékokkal is szoktak lenni problémák bőven. Guszti, melyik a csúnya oldal? Hát a fő csúnya oldal. Magyarország legnagyobb csúnya oldala. Nem fogom bemondani akkor se. De tudod, hogy melyikre gondolok szerintem. Ez azért már mindenki ismeri. Itt tényleg kezdő vagyok, nem úgy, mint a Csivariban, amikor a paplovagot levágtam. Á! Szerintem gyerekek, a kálingunk széthult. Tehát nem nagyon akar működni angyalunk. Nem nagyon akar működni. Nemrég értél haza, Bia, jó van. Remélem tudsz most pihizni, mert a Guszti rég nem láttak. Szia, Papi Pipula. Guszti, lesz Mice Force. Mice Force? Az mi? Egér haderő? Srácok, szerintem a Kaling halott, jó? Offline. Tehát ez most vagy jött hozzá egy patch, és ugye arra az időre leszokták lőni a szervereket, de meg is nézem. Vagy én nem tudom, mi van. Komolyan. Írja Horváth is itt nekem, hogy nem tud csatlakozni. Hát nem jött hozzá elvileg patch. A Gerizmothoz jött egy patch, meg az Arkhoz azt már leszettem. Jó, srácok, sajnos az utolsó meccsünk elmarad. Offline-nak írja a szervereket, írja Horváth is, úgyhogy remélhetőleg a 64. epizódban még többen lesztek, még többetekkel tudunk együtt játszani, és királyabb lesz az egész dolog. Minden elérhetőségünket megtaláltok odalent, legyen az a Twitterünk, a Steam csoportunk, a Facebookunk, azt mindenképp érdemes követni, mert oda minden fontos infót, képet, cikket, szöveget, hülyeséget kiszoktam rakni. Tehát ha az előbb említett csatornákat követed, akkor nem maradsz le se a videóinkról, se az élő adásainkról. Legyetek jók, srácok, találkozunk a következő live-ba, ami akkor pillanat feltehetően már vagy a Sturmovik, vagy az Opposing Force, vagy a Seven Days to Die lesz, a három közül egyet kitotózunk Genesszel, és akkor valószínűleg az lesz. A részvetet köszönjük mindenkinek. Várjál, Krisztián, hogyha lement az outro utána, még vagyok itt, addig némulok. Ja, tényleg csáot, és el tudsz köszönni a nézőktől. Oké, sziasztok! Na, hali, mindjárt vagyok, ciao. Na, srácok, akkor találkozunk a következőbe. Legyetek jók addig is. Ciao.